Hajon Zoltán polgármester a fórumon hangsúlyozta, hogy nem meggyőzni szeretné a szülőket, hanem tájékoztatni és bemutatni a lehetséges javaslatokat. A városban jelenleg 14 iskola és óvodakonyha működik. Az elkészített tanulmány szerint a 14 konyha felújítása 3,6 millió euróba, míg a három központi konyha és az ételkiadók 2,5 millió euróba kerülnének. A három konyha esetében kettő az iskoláknak, egy pedig az összes óvodának főzne. A cél az elavult konyhai berendezések modernre való cseréje és költséghatékony működtetése. Közbeszerzésben megversenyeztett a cég, javaslatot tett a városvezetésnek, hogy az iskola konyhákat hogyan lenne célszerű modernizálni, átszervezni, és ebbe két alternatíva volt, hogy mind a 14 iskola konyhát újítsuk fel, A verzióban, B verzióban pedig, hogy csak hármat, és a többi pedig kiadóként működne, ezáltal gazdaságosabbá tudnánk tenni az iskola konyhák működését. A szakmai bizottság volt Hradec Králové, Csehországban, ahol már 10 éve ilyen technológia működik, amely 21. századnak megfelel. Dunaszerdahelyen még valóban a 20. századi technológiákon dolgoznak a szakácsnők. Dunaszerdahelyen mintegy 2800 ebédet főznek a városi oktatási és nevelési intézményekben. A konyhák állapotát felmérő cég szerint ételszállítás most is van, az új rendszer pedig minden higiéniai normának megfelel. Skoro na každej materskej škole, ktorá je postavená ako pavilónový typ, je kuchyňa v hospodárskom pavilóne, ako centrálna kuchyňa, a z tej kuchyne sa ručne vynáša, alebo na vozíkoch sa vyváža strava do jednotlivých pavilónov a potom sa vynáša hore do tried, kde sa rozdáva. Kde toto isté spravíme, kastonádoba, to je tak 36 x 52 cm, sa nám vojde viacero menších gastronádob, kde v jednej bude polievka, druhej tej menšej bude príloha, rýža, zemiaky, knedle, ďalšej meso, šťava. Zakrieme, dáme do termoportu, dáme to do auta, odvezieme. Každý ten termoport sa zoberie do jednej triedy, kde sa preloží do výdajného ohrevného vozíka a z toho výdajného ohrevného vozíka, ktorý sa vie vyrobiť presne tak, že na ňom sú, v ňom sú uložené aj taniere na polievku, taniere na hlavné jedlo, rozviezie sa to deťom v tej istej gastronádobe, tak ako sa to v tej centrálnej vývarovni nakrájalo, naporcovalo. Nebude to žiadne prekladanie, žiadne plasty, nič iné. A lakossági fórumon mintegy 15 szülő vett részt. A szülők korábban petíciót nyújtottak be a városi hivatalba, tiltakoztak a tervezett átszervezés ellen. Igen, elavult a technika. Modernizálni kell, szükséges, viszont mi szülők azon vagyunk, hogy a város tényleg az összes konyhát felújítsa, az összes konyhát meghagyja konyhának. Anyagilag túl nagy különbség nincs a 14, illetve 3 konyha felújításában. Nem azt mondjuk, hogy igen, egyszerre, egy évbe, vagy akár egy-két hónap alatt legyen felújítva az összes, ez lehet akár egy hosszabb távú projekt is. A szülők és a városvezetés megállapodott abban, hogy kikérik más cégek szakvéleményét is a konyhák átalakításával kapcsolatban. Az egyeztetés pedig tovább folytatódik a szülőkkel és szakmai szinten is. A tervek szerint a konyhák átszervezése és modernizálása már az idén elkezdődhet.